Sziasztok! Kristóf a kockásember, ez pedig nem más, mint a pénteki chat. Ugye nem volt adás múlt héten, szóval bőséggel felgyülemlett a hírek, úgyhogy nézzük is meg őket. De mielőtt belekezdenénk, mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok meg a kis csengőt is, hiszen izgalmasabbnál izgalmasabb készítek fognak érkezni a hetekben. Lesznek itt nagyon finom falatok, már én alig bírom kivárni, úgyhogy mindenképp megéri, és akkor jöjjenek a hírek, hiszen az elmúlt két hétben bőséggel el voltunk árasztva a hírekkel, és azt kell mondanom, hogy leginkább a felnőtteknek szóló készítekről jöttek meg képek. Kezdjük mindjárt a, mondhatnám úgyis a legolcsóbbal, a Art világában, ugye múltkor mutattam nektek a Spider-Man-t, de most érkezni fog egy másik, ez itt a modern művészeteknek szóló készlet, ami a 31210-es számot viseli, 805 elemből fog állni, és 19.990 forintba fog kerülni. Megjelenése majd augusztus 1-én, és ami látjátok is, nagyon sokféle verzióban lehet összerakni, tehát jól hozza az Art világát. De menjünk át egy másik témakörre, méghozzá a Super Heroes témakörére, ahol kapni fogjuk a következő kesztyűt, ugye emlékeztek, megkaptuk Thanosnak a kesztyűt, aztán Iron Man-nek a kesztyűt, és most Wolverine kesztyűje fog megérkezni, méghozzá szintén augusztus 1-én, ennek a száma lesz a 76250-es, 596 elemmel, és sajnos még nem találtam hozzá a magyar árat, így a kinti, mondjuk például a németországi ár, az 69,99 € lesz, tehát 70 euró körül ár. De már is ugorjunk tovább az architecture világára, mostában elég nagy csönd volt körülött, hogy így fogalmazzak, hát most kaptunk egy készletet, pontosabban augusztus 1-én fog érkezni a Himeji várkastély, ami a 21060-as számot fogja viselni, 2125 elemből fog állni, és 64.990 forintba fog kerülni. Ugye ez az épület egy japán épület, méghozzá egy nagyon kedvelt épület, tehát kapunk benne cseresznyefákat, ahol megkapjuk a tavaszi virágzást is, és ez nagyon ikonikus Japánban. Ez a készlet egyébként 32 cm széles lesz, 10,5 cm mély és 19 cm magas, szóval egy azért nem messze egy pici építmény, az alkatrész használat is igen izgalmas, ugye a bumeránggal a tetején például, szóval ismét egy jó kis készletet kapunk az architecture világában. De ugorjunk tovább a Disney-re, ahol egyrészt ugye már láthatátok élőben is, hiszen már meg lehet kapni az ajándékkészletet, ami a Disney témakörhöz kapcsolódik. Ugye minden boltban 38.000 forintért vásárlás, Disney vásárlás fölött kapjátok meg ezt az ajándékkészletet, amit eddig nem mutattam be nektek. Most íme itt vannak a képek. Egyébként ez a DOS világát hozza magával, rendesen képtartó, tehát szépen képeket lehet tenni a tetejükben. Egyébként ez egy hát ilyen elég mixelt dolog, hiszen kapunk egy születésnapi helyet tortával és a százas felirattal, ezen kívül egy filmvetítő szobát, rendes filmvetítővel, vászonnal, popcornnal, illetve megkapjuk a rajzstúdiót, most egy rajzasztalt, ahol egy Mickey rajz készül, természetesen jár a készlethez egy Mickey egér figura is. Azt gondolom, hogy 35.000 forint vásárlása nem olyan sok, bár tény, hogy eléggé szűkös a opció, hogy mit lehet venni, de elég könnyen meg lehet ugrani, úgyhogy ott vannak a Disney-s brickheads-ek, amik itt jöttek ki, vagy hát rengeteg a 100. évhez kapcsolódó készlet jött ki a Disney-vel kapcsolatban, mint például a Disney kastély is, úgyhogy könnyedén be lehet szerezni. Na de a Disney-hez kapcsolódóan fogunk kapni egy készletet szeptemberben is, ahol még nem a hivatalos, vagy hát nem teljesen hivatalos képeket kaptunk meg, de ismét lesz egy felnőtteknek szóló készlet, ez nem más, mint egy kamera, aminek a száma 43230-as, 811 elemmel, 100 euró körül lesz az ára, 37 cm magas lesz, 21 cm széles, és 19 cm mély, úgyhogy nem egy kis kameráról beszélünk, és ami a legérdekesebb a készletben az, hogy megkapjuk Walt Disney-t személyesen minifiguraként, akit eddig nem szerepelt a LEGO világában, de mellette lesznek Minnie és Mickey, illetve két további karakter, akik szintén nem voltak még a LEGO világában. Ami még érdekes, hogy a kamerába be lehet ültetni Walt Disney-t, ott van egy rajzstúdiója, valamint kapni fogunk egy képet is,
ami a kamerában van benne, amit éppen forgat. Úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas készlet lesz, pláne ugye ez a filmszalag is, ami szépen végigtekeredik rajta. Úgyhogy egy nagyon jó kis készlet lesz, ez is szintén nagyon város, azt kell mondanom, hogy igazán alaposan meg van ünnepelve a Disney 100. születésnapja. De maradjunk értelemszerűen a felnőtteknek szóló készleteknél, ugyanis jön a Corvette, megjöttek a hivatalos a képek, a következő, hát Creator Experts, bár persze most már Icons néven futó Corvette-ről, vagy most autóról, amire azt kell mondanom, hogy nem lett rossz, de mégis valahogy engem azonnal nem csábított el. Nézzük az adatokat, ugye a száma 10321-es, 1210 elemből áll, 62.990 forintba fog kerülni, ami nem vészes, hiszen pont követi az emelkedésének az összegét. Nem rossz a készlet, ugye van benne extra funkció, hogy levehető rendesen a tető, kormányozható, illetve kinyitható az ajtajai, a csomagtartó, illetve a motortér, de ezt mind megszokhattuk már ezeket az autóktól. Más extra viszont nincs benne, amit én eléggé sajnálok, illetve nekem annyira nem tetszik, szerintem nem lett szépen elkapva a Corvette-nek a dizájnja, illetve nem lennék benne teljesen biztos, hogy a Corvette közül ez lenne a legikonikusabb. Tény, hogy ez a legelső, de egy C3-as vagy egy C4-es Corvette, az szerintem sokkal ikonikusabb ennél. Mindegy, ez az én véleményem. Szerintem ugorjunk a következő készletre, amit megkaptuk a hivatalos képeit, és ez nem más, mint a technikán belül a Daru, ami a legdrágább technik készlet ever, tehát eddig ez viszi a prímet, hiszen 277.990 forintba fog kerülni, és augusztus 1-én fog megjelenni, ugye ezt azért is megdöbbentő az ár, hiszen a 2838 elemhez képest az túlságosan sok, bár az tény, hogy lesz benne két hub, illetve 6 motor, de mégis akkor is valahogy túlságosan durva lett ez az ár. Ugye egyébként ez a Leaper LR 13000-esnek a LEGO verziója. Egyébként ugye augusztus 1-én fog megjelenni, már előrendelhető, és a száma, ha keresnétek, a 42146-os lesz. Én nem vagyok egy nagy Daru fan, ezt el kell mondanom. Biztos, hogy egy érdekes készlet lesz, biztos, hogy érdekes lesz a mozgás, a működése, stb. De akkor is ez az ár szerintem biztos, hogy túl lett tolva, nem biztos, hogy megéri ez a készlet ezt az összeget. Minden esetre várjuk meg majd a bemutatót, ugye szép lassan majd érkezni fognak a hivatalos review-k. Én ugye Balázsnak vagyok legkíváncsiabb, hogy mit fog erre mondani. Úgyhogy addig is tegyük talomba, ha valakinek nem égető, vagy stb. Ne rohanjon megvenni. Szerintem még. Úgyhogy már csak két hír maradt a videó végére. Egyik a Sonic témakörre szartozik, ugye ott kimaradt egy készlet, hiszen 5 fog majd megjelenni, hát most megérkezett az 5., ahol Dr. Eggman, vagyis a gonosznak a robotját fogjuk megkapni, természetesen a szereplőkkel együtt, vagyis Sonickal és illetve Dr. Eggmannal. Ugye ennek a készletnek a száma 76.993-as lesz, 615 elemből fog állni, majd augusztus 1-én fog megjelenni szintúgy, és 26.990 forintba fog kerülni. Nem csak a két fő karaktert fogjuk megkapni, hanem a kis állatokat is, amit a Sonic igyekszik megmenteni. Úgyhogy egy ilyen igen izgalmas készlet lesz. És végül jön az utolsó hír, ami azt gondolom, hogy a legeslegizgalmasabb mind közül. Ez pedig nem más, mint hogy a Bricklinken el fog indulni a Mockup Store, ami azt akarja, hogy a jelenleg futó Bricklink Designer Program, ugye most a második körnek a szavazása ért véget, és most éppen a belső review futnak a szavazásokon, hogy kiválasztják a tényleges ötöt, ami egyébként majd szeptember fogják bemutatni. Szóval, ugye, ha valaki nem tudná, a Bricklink Designer Program jelen pillanatban arról szól, hogy megtervezheted a készletet, feltöltheted ebbe a programba, ott szépen elindul egy szavazás, ahol a Bricklink felhasználók meg tudják dönteni, hogy melyik a kedvencük, és ebből lesz végül 5 készlet, ami meg fog jelenni, vagy pontosabban ebből fognak kiválasztani pár készletet, amiből a szokásos ilyen elővásárlás révén lehet majd eldönteni, mi lesz belőlük tényleges készlet. Szóval ez a Bricklink Designer Program és a Mockup Store, csak hogy átérjek a lényegre, arról szól, hogy azok a készletek, amik ebben a két körben nem kerültek be, vagy
nem lesz belőlük rendes készlet, azoknak az összerakásiát meg lehet majd vásárolni, illetve egy különböző, na, egyszer mint száz, kényelmesen meg lehet vásárolni hozzá az alkatrészeket. Ugye itt az a érdekesség, hogy egyrészt ugye a Blinklink boltokból tudsz alkatrészt vásárolni, ő fogja kiválgatni neked, illetve nagy eséllyel be fogják hozni a Legónak a szintén hasonló pick-a-brick, vagyis alkatrész vásárolós részét, tehát a kettő össze lesz kötve, és így tudod megvenni ahhoz a készítéshez és összerakásához az alkatrészeket. Könnyedén, egyszerűen megváltjuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni. Az én fejemben vannak kérdések ezzel kapcsolatban még, például, hogy mennyire fog az országokra fókuszálni, tehát hogyha én Magyarországról megveszek egy összerakást, és szeretném az elemeket hozzá, akkor mennyire fog arra fókuszálni, hogy Magyarországról kap meg az alkatrészeket, és nem mondjuk Amerikából, mert ez nem mindegy, egyrészt posta, másrészt vám miatt. Úgyhogy meglátjuk, mennyire lesz ez jól működő, mennyire lesz paraméterezhető, hiszen ez a fő lényeg az egészben. Ez augusztus végén, tehát amikor be fogják jelenteni a második körnek a kiválasztottjait, utána fog elindulni, meglátjuk, hogy hogy fog kinézni, mindeset akkor majd úgyis be fog számolni, be fog mutatni, biztos lesz akár egy bemutató is róla, úgyhogy én kíváncsian várom. Szóval ez volt a mai adás, más igazából hír nem most volt, remélem, hogy tetszett, ha így van, akkor mindenképp jöhet a like, ne elkezdetek el továbbra se a felkezdésről, illetve jöhetnek a kommentek, mint mindig, hiszen kíváncsi, hogy mit gondoltok ezekről a hírekről, mit gondoltok a készletekről, és a többi, úgyhogy nagyon szépen köszönöm előre is. A következő videói pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók legyetek, sziasztok!